Na halihó, sziasztok, üdvözlet mindenkinek! Egy jó ideje nem jelentkeztem már itt a YouTube csatornámon új videóval, annak igazából nagyon sok oka van, a legtöbb igazából családi és személyes jellegű. Szerencsére nem rossz hír, csak rengeteg időmet elviszi, úgyhogy ezek a teendők, hogyha lezongorázódtak, akkor ígérem, hogy egy kicsit többet fogok jelentkezni mindenféle műszaki tartalmú szírszarokkal. No, mielőtt azonban belevágnék, miről is lesz most szó. Mint látjátok, ez egy régi-régi orosz táskarádió, pontosabban nem orosz, mert ha jól emlékszem, akkor ezeket Rigában gyártották, ami maximum a Szovjetunió része, de nem Oroszországé, és az a WEF 222 névre hallgató, relatíve késői szériás táskarádió, ez már ugye a 80-as évek közepén végén került a piacra, a Tento márkanév alatt. Igazából egy hulla egyszerű kis készülékről van szó. Mit is tud, nézzük meg egy kicsit közelebbről. Azt mondja, hogy hosszú hullám, közép hullám, rövid hullám 1-2-3, illetve FM, ami nem feltétlen szakszerű megnevezés, mivel ez a moduláció formáját takarja és nem a hullámsávot, tehát nevezzük ezt inkább egy kicsit szakszerűbben URH-nak. Az előlapon található 2 darab toló poti, mind a kettő alaposan be van állva, nem igazán óhajtanak mozdulni. A bal oldali a hangerő, a jobb oldali pedig a hangszín hangmagasságra vonatkozik. Itt a tetején is találhatóak gombok, amelyről itt tájékoztatást az előlapon olvashatunk. Ő lesz a kibekapcsoló AFC, és az a UNT, hogy pontosan mit jelent, arra igazából még nem jöttem rá. A készülék bal oldalán csatlakozókat lehet találni. Fejhallgató csatlakozó, magnetofon csatlakozó, illetve a 220, ami most már 230 voltos hálózati tápkábelnek a dugalja. Nézzük meg a készüléknek a jobb oldalát. Itt található úgymond a csatorna váltó, szintén egy dobváltó, melynek az előlapon már nincsen kijelzője, mint mondjuk a régi népszerű WEF 206-osnál, hanem, hogyha megnézzük, akkor ide vannak rányomva a feliratok, ami egy kicsit lekopott az évek során, és nehéz észrevenni. Ez a középhullámú állás, rövid hullám 1, rövid hullám 2, rövid hullám 3, FM, ami ugye URH, és ő pedig a hosszú hullám, és ismét vissza a középhullámra. Ez itt a tekerőgomb, egy kicsikét nehezen megy a gomb, ha minden igaz, akkor ez is valószínűleg be van állva, egy kicsit ezer éve nem lehetett használva, hát nézzük, egy picit dzsuvás a rádió, de legalább egyben van. A hátulján pedig találunk egy adattáblát, illetve itt látható egy antenna, illetve földelési pont. Az adattáblán lévő felirat pedig azt mondja, hogy Radio Receiver Model WEF 222 DC 9 voltos tápellátást igényel, 6 darab baby elemről megy, hogyha jól sejtem, vagy AC 220 volt, 50 Hz és 6 watt. És van rajta egy magyar nyelvű felirat is, a készülék hátlapjának vagy burkolatának eltávolítása életveszélyes. Hát én minden esetre meg fogom kockáztatni ezt az életveszélyt, és bízom benne, hogy a megkísérelt javítás után is életben fogok maradni, és a Made in USSR, vagyis Szovjetunió, hatalmas, békés területéről érkezett kis készüléket ki fogom tudni próbálni, ugyanis szegényke az élettel összeegyeztethető jeleket egyelőre nem mutat, és egy nagyon kedves ismerősöm, autó klubtársam úgymond megkért, hogy nézzek bele a készüléknek a lelki világába, mert ő ezt szeretné nosztalgia célokra különféle autós találkozókon használni, és hát milyen jó pofa lenne. Maximálisan megértem az ötletét. Még egy jó hír a készülékkel kapcsolatban, az antennája megvan, és igazából nincs elgörbülve, az előbb ki is húztam, csak ezt most így félkézzel kicsit nehézkes lenne. Úgyhogy azt mondom, hogy külalakilag ronda de komplett, nem működik, de érdemes vele foglalkozni. Mondjuk kinek mi az érdemes, azt mondom, hogy a véleményem szerint én azt mondom, hogy érdemes, nekem a Szovjetunióból származó rádiók, táskarádiók és műszaki cikkek mindig egy kicsit úgymond a szívem csücskét jelentették, úgyhogy majd meglátjuk, hogy mi sül ki belőle.
Tento Rev 222, úgymond első állapot felmérő videó volt ez. Majd a másodikra egy kicsit rendet csinálok az asztalomon is, mert most sok mindennel foglalkoztam. No, úgyhogy akkor hirtelen ennyi, nézzétek meg a többi videót is, stb. Iratkozzatok fel, és mindenkinek szép napot. Halihó, sziasztok!